Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. A Dino Kalandok Nyáron című sorozatunk második epizódjához érkeztünk el. Itt van velem Attila. Hello. Szép kis ásítás, nyár kellős közöttünk. Ez nem ásítás volt? Ha nem támadott valami. Jézusom, itt még mindig machine gunok a skeletonok. Közel volt. Igen, és itt vannak azok a kövek, amiket... Még van még egy pusztójel. Igen, itt vannak azok a kövek, amiket így mondtam. Ó, természetesen még minizombi is. Akkor túlélték egy páran az éjszakát. Nem, egy barlangot találtam. Hát beúzták magukat a barlangba. És egy krepper is. Túléltem. Nem tudom, hogy. De túléltem. Ez micsoda? Kopper? Na, találtál koppert. Zöld kopper. Az Réka, a Traincraftos kopper. Azt hiszem. Na, akkor találtam Traincraftos koppert. Meg vasacskát. Meg szerecskét. Egyéb nyilánkság. Jó, most átmenetileg én nem várakozom, hanem építem tovább. És megint fél kaján. Ó. Még 12 rotten flash tudok enni, mielőtt megunnám. És ugye itt, hogyha nem nagyon szeretnél enni egy ételt, akkor belassul az evésed. Uh-huh. Onnan tudod, hogy kicsit közelítesz már ahhoz, hogy... Tehát, hogy Danuka, hogy értsed, hogy milyen helyzetben vagyunk az itteni skeletonokkal. Tehát, hogy ezt kettő skeleton művelte velem. Kettő darab. És mindjárt jön az éjszaka megint. Lehetőleg, hogy tigre már kész lesz a ház. Hát ha a ház nem is, de egy lesz egy palaszunk, és egy viszontunk. Úristen ágyam! Jaj! Szépen eltöltek a bowling bábuk. Csá! Jó, most már nincs viszont. Most már nem engedem meg, hogy viszont. Reméljük. Félre dobtad, bosszú! Ó, egyem ki a máját. Várjál. Beszélj! Egy-két, hát? Most már nincs. Idáig. Haza. Nem. És tudod, itt még, itt vannak még ugye érces bokrok. Mhm. Uh-huh. Tinker's Construct. Ah, de jó a régi Tinker's Constructba lenni. Ahol még csak a manyulina legerősebb. De fura lesz ez a placunk. A fura jó értelemben, vagy a fura rossz értelemben? Hát, szerintem jó. Ó, is van Densor. Az nagyon jó hír, akkor Dani bácsi is bőven le fog menni bányászni. Hát, csak az a szomorú, hogy nincs Dance Fossil. Mert egyébként a fosszília három darab fajta dolgot tud adni. Plant fosszilt, biofosszilt, vagy... a... jel... de... relic scrap-et. Még messze vagyunk a kezdéstől, de már dínózunk. Hát... még ki se tudjuk szedni, szóval egyelőre még nem.
de már hangulatban elkezdtük. Na, hát most megint az van, hogy egy kicsit várakoznunk kell. Mert megindult az éjszaka. Szerintem addig le tudsz jönni te is a bányában. Igen, lehet, hogy én is azon gondolkodom. Egy zombi után. Szép nagy bányarendszer egyébként. Na. És halott. Tudod, hogy kell visszajönni? Hát, meg kell próbálnom. Jaj, lett egy vulkánunk. Szép nagy kopper. Bokor. Áú. Jaj, én tudom, merre kell menni. Oké, ugye megyek. Csak lesz minden. Hát bizony. Csak kaja nem. Vigyázz, Pók. Vettem észre. Ó, kettő is, de jó. Jövök. Jó, kell menni. Akkor rásegítek. Három. Ott lesz egy csonti is, nem azért nem arra mentem. Négy. Mária. Ráadásul encsantolt íjjal. Encsantolt íjjal? Hát megvannak ezek húzatva. A második csonti. Falusi zombi. Mi kell még? Kemények ezek az éjszakák, hello. Veszedek egyet pólad. Késő. Vagy nem. Mentek innét? Menj színét? Menj színét. Menj ide. Jó, minél, ha az első prioritás legyen a, izé... Otthon. Nem az otthon, az ágy. Jó. Kerüljük ki azt a... ...teletont. Meg a zombit. Hello. Az itt el lesz mindig. Térképeket eldobhatom, nem? Há, igen. Jó kezdés. Ja. Hát illetve most már második adás. Már ott a boszlop. Egy kis halásra van, nem árt. Egy csirke. Onnan indulnak a dínók? Nem inkább azzá lettek. Ezt a tojásnak tartom. Juppi! Home sweet home. Azaz. És amelyek vissza lerohadjam magam. Hallja, az nem tartom az ellenséget. Viszont a bánya, igen. És jövök. Ha kapok egy információt, merre van a bánya. Nem kell segíteni, szerintem megoldom. Jó. Csak minél hamarabb legyen már házunk. Hát már a talapzat megvan, fel tudunk mászni. Jó, hogy magasított ház lesz. Mhm. Ó. Micsoda luxus, kérem. Így kell kinézni Hawaii-ban, mert mondjuk nem egy hegy tetejére építik a ilyen jellegű házakat. A tengerpartra. Mhm. Uh-huh. Berobbanhatsz. Hát csak nem ennyire közel. Bele kellett volna gondolni abba, hogy amúgy alig van HP-m. Ó, ezen a fán volt kókusz. Van kókusz. Jó, és ezt hogy töröm fel? Kőre, nem? Hogy körre dobod. Konat. Jó. És reméljük, hogy nem mászik fel senki, mert most kanalazok és teázom. Coconut bomb. Egyébként lehet, hogy hosszabb távon, lehet, hogy én is egy kicsit vagy rövid távon a kókuszra rámegyek.
Ja, nem ártana az ágy. Az alapéletben nagyon imádom. Olyan szinte, hogy van kókuszital, és annak idején a Tesco-ban is vettünk, és azt mindent megtennék annak érdekében, ha újra lehetne azt kapni, de sajnos már megszűnt. Kókusztej? Nem kókusztej, hanem szerint... maga kókuszital. Tehát úgy értve, hogy kókusz és vízzel. Tehát ilyen kókusz darabokkal. Én egyszer ettem életembe kókuszt. Olyan szinten szar volt. Akkor még bontit sem ettél? Reklámért, bocs. Hát, mármint originál-e kókuszt. Jó. Tehát rendes kókusz biót. Hát ez viszont még nálam nem is volt. Hoppá! Mert szerintem olyan szinten volt az rohadt, hogy Vagy még nem volt megeredve. Vagy az. Ilyen konkrétan savanyú volt a leve. Egyébként tudod, mi jutott eszembe most így hirtelen? Az Ant Farm Survivor, az majd egy nagyon jó kis alapmódsorozat lesz majd, hogyha véget ér az adventúra. Amicsoda? Ant Farm Survivor, azt nagyon szeretni fogod. Én nagyon szerettem, amikor láttam. Ant Farm Survivor. Aha. Tudod, van a hangyáknak ez a lakóhely, vagy minek hívják már. Ja, azt ismerem. És abban kell élnünk. Nyilván kikaptam egy szkeletont. Oh. Na, megtaláltam a helyedet, hogy így fogalmazzam. Nem segíthetek? Jó, túléltem. Hol a kardom? Lehet megköszönöm, hogyha lejönnél. Jó, hát már barlangban vagyok, de hogy melyik részén... Itt a legvégén, itt a lesz minden lejjebb. Itt végigmész is, csak lefelé tudsz menni. Mindjárt intézkedem, csak egy kis színnel találtam magamat szembe. És azért az a fönti világunkban sem lenne rossz. Jó. Egy Denzorról szépen még inkább nem. Szeretőre. Hú, de imádnám, ha elővehetnénk még egy palaféle sorozatot. Mostanság el lett hanyagolva az ő... Tessék? Jól, mostanság imádnám, hogyha lenne a palának újra Minecraftos micsodája launchere, és elővehetnénk azt is, mert ott is vannak jó kis módpakkok. Mi, ez is megszűnt? Nem frissíti, és emiatt nem elérhető egy-két módpak, amire így nagyon lenne kedvem. Ja. Akkor palára kell írni. Ja, az lesz szerintem. Meg egy kis... Azért fát is kellene gyártani. De egyelőre most hadd próbáljak meg élni. Na most kihullott a sírombor pár cucc, amit nem tudtam felvenni. Ajaj, akkor rohanok. Igyekszem rohanni. Lehetőleg már diszpónolt az a szutyak szkeleton. Készít. Megkereslek. Itt vagyok a legelején. Rossz irányba mész, gyere vissza és le a vízzel. Ott arra le, ugye. Oké. Tin, megvan a sírod. Jézusom, mennyi jó minden. Itt harcoltam. Jó, megvannak a cuccaim. Mármint amik kiestek. Jó, kötelezőek. Csak fel kéne tegyem a... ezt. Lehet, hogy kaptam belőle én is. Nem. Minden megvan. Egy kis traincraftos dolog. Majd eljövünk, de csak már kell fákje, hogy lássunk dolgokat. Petróleum.
Várja nálam Ansen. Az bot. Nálam is van, csak... igen, bot hiányzik. Tessék, párvilágítás. Jézus, amit jól teli van minden ércekkel. Igen. Wow. Ó. Oh. És bizony az Industrial Craftnak az egyik nagyon hasznos dolga is megjelent. Melyik? Amit csak vassal tudsz kiszedni. Led. Uránium. Silver. Uránium. Jajjaj. Jó, akkor és ebből a petróleumból mennyi kell? Fogalmam sincs, mert odáig nem jutottam el. Igazából a Traincraftban ott vagyok azzal, hogy eljutottam odáig, hogy építettem az első szintű vonatokat, mindent megépítettem, és a második szintben pedig eljutottam nagyjából azt hiszem azokat is. Ugye az első szint az a fa, második szint a vas, és harmadiktól már acélszint lesz, és annak a közepéig jutottam el, de magukat a gépeket használni még nem használtam. Kezdjek el itt égetni pár vasat, hogy tudjunk vascsákányt csinálni, és akkor a vascsákányon kiszedendő érceket is. Igen, csak mondjuk lehet, hogy azt inkább pohóval oldanám meg. Tehát egy vascsákány legyen kettőnknek. Bár várjál, most csak egyetlen egy dolog van, amit vassal most ki tudunk szedni. Amiről tudok. Hát meg... az uránium. Az uránium meg a... mi az? Fosszíliák. Ja, meg van fosszília is. Igen, itt is van, igazad van. Két nyolcasat kiégetek belőle. Hát ez sok lesz, de nem baj. A végülség... ó, van bőven még vas. Igen, igen. Jó, még van egy kis időnk. És alapkezdő cuccok. Ó, lesz egy gombánk. Meg egy creperünk, de megoldom. Mert szeretek creperet vadászni. Itt közben szedem ki a érces bokrokat. Azt is, ha jó elejre elültetjük, akkor egy jó ideig el lesz, meg lesz oldva a dolgunk. Ja, csak minél többet jól lenne kiszedni belőle. Hú, denzóros vas. Hát van vas csákányod, vagy még köcsákányod, nem? Adtam. Jó, jó, csak itt most nem menjünk tovább. Ezért mondtam, hogy most akartam mondani, csak lekéstem. Hogy itt most van egy kis őrület. Ó, kaptam egy díjat. Várja, menj arrébb. Oké, ja. Átmegyek. Eddig értem. Posztoljatok, macskak. Még lesz itt három creper hátra arc! Most már egy creeper se. És még további kör. Aha, még három. Még három. Pápa. Még egy. Én szerintem fordulok, mert sötét van. Ah, jó. Forduljunk meg, és sötét van, jó? Jó. Főleg azért, mert visszanőtte magát egy zombi. Csak itt is volt egy denzvas. Oké, megértem a denzvas. Jézusom, mekkora... zé... ér. Vas... jó, inkább menjünk most már föl. Na hát itt most 55 vas van csak nálam. Plusz 13. Plusz 13, plusz 16, amiben még a... oké, hát akkor jöjj, másfél stack az már van. Hát figyelj, ezt egy kicsit otthonosabbá kell tenni ezt, de most ugye nyilván a sürgősségre való tekintettel oldottuk ezt így meg, de majd mindjárt lemászunk és csinálunk egy otthonosabb bányát. Ah, jó, addig én lekraftolom a vascsákányokat. Kraftoljak kettőt, vagy? Hát... beleférünk simán. Jó, legyen akkor kettő. Meg megnézem, hogy van-e esetleg fönt most már fa lelésünk. Ah, viszont nekem le kéne pakolni. Hát fa, van lelésünk, fa lelésünk, csak nem olyan nagy. A konkrétan a lehető legkisebbet kaptuk meg a játéktól.
Aranyos, aranyos. Szerintem a következő kör az az lesz, hogy elmegyek az erdőbe. Digging for bones. Ja, megkaptad a csont, a fosziliának az első alapját. És az a jó, hogy ezeket majd ugye analizálni kell, hogy mitől van. Mm-hmm. És ha nem sikerül az analizáció, akkor viszont bone mealt kapunk helyette, ami viszont ugye jó lesz a kajának. Igen. Szóval ez ilyen win-win szituáció. Igen. Azt hiszem ezt a részét még azt hiszem megjegyeztem. Ugye idáig már eljutottunk, azt hiszem. Azért volt ennyire ismerős. Hú. Jó, hát ez egy jó kör volt. Ja. Epizód idővel, hogy állunk? Mindjárt, vége. Ez egy pár perc van. Kérdezem, hogy... Na, figyeljünk. Csúgy bele a vízbe. Nem tudom, nagyságilag elég lesz ez a ház, de első körben most ezt fogom megépíteni. Elsőre nem kell szerintem akkor a húdanagy. Én is azt gondolom. Jó, én is felmegyek, hogy kis kaját teremtsünk. Hoppá, itt egy kicsit máshogy van a lépcső. Három. Hú, és még a lépcső az még jobban is jár egyébként. Csak úgy jegyzem. Három darab bambuszt így, ilyen... Na jó. Mit találtál? Na jó. Én ezt nem. Én ezt. Mit találtál? Felmegyek és meglátod. Ez, erre... Mennyi esély van? Te Jézusom. Hol megyek föl? Én megyek föl most a bányába. Ja. Erre... Jé. Na jó, én... Ezért én egy másik alap survivalben, amiben egyedül vagyok, ezért a szutyokért kb. Jó, hogyha három IRL napot bányászok, egy darab ilyen szutyokért. Most a játék meg úgy van vele, hogy jó, oké, Danuka is itt van, akkor dobjuk ki. Mert megkaptam azt a dolgot, ami kell ahhoz, hogy a húsevő zombit... Vagy húsevő zombit, azt húsevő tínót be tudjuk magunknak csinálni. Megkaptuk azt a dolgot. Hát ez jó hamar. Hát ez az. Ez engem most kiéget. Hát. Egy a baj, azt meg is kell védenünk a következő X epizódban. Úgyhogy most adtál egy kis feladatot azért a csapatunknak. Csak kéne egy chest. Intézem. Ugye jó lesznek így egybe ezek a hat tudsz. Első körben azt mondom, aztán majd szépen, hogyha egy kicsit jobb lesz a házikónk, akkor majd jobban elhelyezem. Jó, azt így. Oké. Okay. Kis bogárka. Ó. Oh. Skarabeusz. Le van. Ha így építem meg a falakat, az arra mit gondolsz? Jó lesz. És a tetőre mit akarsz? Ha most belenézel a crafting table-be, akkor látni fogod az első dolgunk. Na, egy analyzer. Hát itt fogjuk a dinót analyzolni. Vedd fel, te is, hogy megkapod az achievement-et. Vagy ne. Ja, tényleg mondom, én nem szedted ki. Tessék itt a vastsánkányom. Meg. Azért nem kaptad meg, mert még nem szedted ki a fosszilt. De a vascsákány az a tied? Ja. Oké. Okay. Na. Még egy picit. Még az végét. Ja, éhezem. Nézem, műtöget. Az éjség. Gyorsan. Jé, jó, ho. Hát bennőttek a terméseink. Igen, azt
akartam mondani, csak már harc közben voltunk a legutóbb. Hoho! Most ne gyere haza! Ez már tetszik. Most már jöhetsz haza, és lehetőleg sietve. Mindjárt támadást kapunk, de nagyot. Chili paprikát? Lehet róla szó. Még nem dolgoztam bele. Tessék. Itt van a kajáknak a fele. Köszönjük. Nagyobbik fele. A krumplit rakjuk be sütőbe inkább, nem? Ja, tenünk van. Egy igen. Csak menj gyorsan el onnan, mert jön mindjárt egy zombi támadás. Hol? Alattunk van. Ennek a háznak az a nagy baja, hogy sajnos még az alja nincs ki jól megcsinálva. Az szép volt! Köszönjük! Jaj! Ha maradnod kellett volna fent, én itt elintézem a dolgokat. Igen. Így akkor most répában megcsömöröltem. Akkor... Kompli. Mire hazaérek, addigra viszont adás vége, úgyhogy... Azt kell tofut csinálni. Ouch. Au. Most van baj, úgy hallom. Másfél szívem maradt, mert egy zombi úgy támadott rám, hogy nem számítottam rá. De meghalt. Jaj, ne csonti a háznál. Ajajajajaj. És ugye itt még azt hiszem paj sincsen. Félszív, félszív. Igyekeztem. Elfelé innen a rákba. Viszont én szereztem szójabobot. Jó, csak vigyázzunk, mert zombi. Megint? Természetes. Hát már nem hiszem el. Most lehet, hogy majd én fogom feláldozni magamat. Csak most már örülnék annak, hogyha ezt leölnénk, és akkor már adást zárnék. Köszönjük. Na, köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk a következő alkalommal. Addig is, hoppá! Sziasztok!